műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő van itt velünk a telefon túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, jóság, hogy alakulnak az árak a budapesti börzén meg Európában? Kis minusszal indítjuk a kereskedést. Itthon 0,3%-os csökkenésben a Bux Index 52.746 ponton áll ebben a pillanatban. 660 milliót haladja meg a forgalom, ez még egyenlőre meglehetősen alacsony, és érdekes, hogy az első 41 perc legforgalmasabb papírja ma a Forage 1110 forinton kereskedik, tehát ma is emelkedik szépen a papír. A blue chipeink egyébként vegyesen teljesítenek, egyedül a Magyar Telekom tud emelkedni, 434,5 forinton kereskedik, ez 0,7%-os emelkedésnek felel meg. Nagyjából hasonlóan 0,5% körüli mínuszokat láthatunk a nagy papírjainkban, az OTP-t 18630, a MOL-t 2384, míg a Richtert 8660 forinton kereskedik most éppen a tőzsdén. Nem akarlak zavarba ejtő kérdéseket bombázni, de tudjuk a Forage-nak a közkész hányadát? Csak így kíváncsi lennék, hogy ezt a marha nagy forgalmat, hányszor pördül meg a parketten a kint lévő részvénymennyiség, hát, vagy ez így azért nincs fejbe? Gyakorlatilag fejbe van, nagyjából, most ez nem teljesen pontos, de nagyjából 60 millió darab részvény a közkész hányad. 60 millió, az 6 milliárd, ugye? Nem. Szerintem 60 az 60 milliárd testvérek között is. Igen. Aha. Jó, hát abban meg vastagon beleférnek akkor ezek a nagy erejű, nagy forgalmú napok. Uh-huh. Egyébként a kisebbek közül mi újság? Tegnap nagyon jól nézett ki, hogy még az Xtend kategória is fölélénkült. Igen, mai nap is látunk azért nagyobb mozgásokat a kispapíroknál. Most előttem épp az Autovallis van, ugye közel. De az Autovallis tényleg az a másik, amit láttam. Aha. 118 forinton, ugye ott az OTP kihozta az elemzést az Autovallisra, és ugye jelentős céláremelést hajtottak végre. Ugye azt mondják, hogy az Autovallis sokkal többet ér, mint amennyit ért. Most kereskedik, most 118 forint egyébként az Autovallis, ugye egész szép forgalom is kezd benne alakulni. A forgalom már meghaladta a 110 millió forintot, ami ugye nyilván nem magas, de azért kis papírokhoz mérten, főleg így az első órában az azt mondhatjuk, hogy számottevő, főleg úgy, hogy csak 700 millió forint körül van a teljes tőzsdei forgalom, úgyhogy mondhatjuk, hogy a reggel első 3-4 órája most ez a kis papírokról szól egyenlőre. És a forint, az hogyan muzsikál? Kicsit járatják így a 350-es árcentrum körül, de alapvetően jól bírta eddig az elmúlt napokban. Most is jól bír, igazából ettől a 350-től érdemben nem sikerült a mai kereskedésben sem elszakadnia. Most 1 euróért 305 forint 15 fillért, míg 1 dollárért 296 forint 10 fillért. Az 350 forint 15 lesz, ugye? Igen, hát bocsánat, 350 forint 15 fillért kell fizetni 1 euróért jelenleg. Mai nap ugye érkezik Amerikából inflációra vonatkozó adat, azt láthattuk azért, hogy ez az adat azért a forint piacra, illetve a régiós devizapiacra is jelentős hatással tud lenni. Ez magyar idő szerint 14:30-kor érkezik, úgyhogy én azt gondolom, hogy a devizapiaci kereskedők most a mai nap erre fognak kiemelni. Igen, ez péntek óta bármilyen tőzsdei összefoglalót, hírt, elemzést, kitekintést olvasok a nemzetközi sajtóban, és mindenki erre a februári, de hülye vagyok, keddi inflációs adatra fókuszál, ami az USA-ból jön. Így van. És én azért is gondolom, hogy most a forint piacon az elmúlt néhány kereskedési napban, ahogy említetted is, nem nagyon láttunk érdemi mozgást, 350 forint körül mozgott. Reméljük, hogy valami elmozdulást fog tudni okozni nekünk ez a délutáni adat. Jó. Meglátjuk. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést. Szép napot, sziasztok. Szia. Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.